újabb sikeres konferenciát tartottak az Adecco IT Academy szervezői. 9. alkalommal teljesen megújult formában köszönthették a résztvevőket. Büszkén állok itt, hiszen 5 évvel ezelőtt kezdtük el az Adecco IT Academy-t, és akkor még csak egy 40 fős meetup volt. Most 220 ember regisztrált erre az eseményre. De úgy gondoltuk, hogy újítani kell. Ugye amikor 5 évvel ezelőtt kezdtük, akkor ez még csak egy 40 fős kis meetup volt. Aztán mindig fejlődött egy picit, mindig jöttek újabb és újabb előadók, újabb és újabb témák. Most ugye 4 előadónk lesz, pörgős lesz a dolog, utána lesz egy workshop jellegű kerekasztal beszélgetés, illetve hát ugye most itt az Ankertben vagyunk, ami egy rombkocsma. A mai rendezvény abban is más, hogy nem csak személyesen lehet megtekinteni a prezentációkat, hanem akik nem tudtak eljönni, azok az Adecco Magyarország Facebook oldalán egy online videó közvetítés keretein belül nyomon követhetik az eseményeket. Azért van létjogosultsága egy ilyen rendezvénynek, mert segíti az önképzést egyrészt, másrészt pedig lehetőséget ad egy kötetlen szakmai kapcsolatépítésre. A témája az az e-learning, illetve a gamification lesz. Azért időszerű ez a téma, mert egyre több helyen alkalmazzák ezeket az alapelveket annak érdekében, hogy minél hatékonyabban dolgozzanak az alkalmazottak, hiszen így nem biztos, hogy annyira kemény munkának fogják fel a feladatokat, hanem játékosan is el tudják végezni azokat. Megpróbálom egy ilyen tervezői térképen elhelyezni azt, hogy mi lehet a gamification és egyéb más tervezői fogalma, illetve hogy a probléma megoldásban milyen eszközöket, stratégiákat használunk, ami mondjuk gamification-nel kapcsolatos. A prezentációk után most is a kerekasztal beszélgetés és a szakmai vita fokozta a hangulatot. Úgy gondolom, hogy a mai rendezvény rendkívül jól sikerült. Nekem nagyon tetszett az, hogy a kerekasztal beszélgetés, mert sikerült egy olyan interaktivitást kialakítani a résztvevők, illetve az előadók között, amely nagyon érdekes konklúziókhoz vezetett. Az IT Academy 9. rendezvénye nagy sikert aratott a résztvevők körében, amelyet a szervezők a jövőben is szeretnének új témákkal megismételni. Szerintem ez az új helyszín, ez az új stílus nagyon tetszett a résztvevőknek, hiszen nem a megszokott környezetben találkoztunk, és kötetlenül tudtunk beszélgetni a legújabb szakmai trendekről, a gamification és az e-learning legújabb vívványairól.